amit itt látunk, ez egy kiállítás. Kiállítás, mint fogalom, sem létezett mindig. Történt fogalom, most körülbelül 160 éves ez a koncepció, hogy a művészek műveit kiállításokban kiállítják. Ennek a hagyománynak a kezdete ez a párizsi szalonokra vezethető vissza. Ott voltak először ehhez hasonló kiállítások, amikor bárki megküldhette a munkáit, több ezeren tették ezt meg, és egy zsűri válogatott a művekből, és a közönség meg megnézte. És a közönség az egy nagyon jó közönség volt, épp a identitását kereső polgárság, és nézték a képeket, gondolkodtak, voltak képek, amik tetszettek, voltak, amik nem. A kizsűrizettek, mint például a Urbé, megtette azt, hogy bérelt egy külön helyiséget, és kinevezte a Realizmus szalonjának, és ott mutatta be a 14 beküldött képek közül kizsűrizett 9-et. Aztán egy idő után politika beleszólt a dologba, és úgy gondolták, hogy a zsűri rosszul döntött, nem megfelelő a zsűri, és ezért harmadik Napóleon úgy intézte, hogy legyen egy olyan szalon is, ami a visszautasítottak szalonja. Szóval ez egy kiállítás, ez a tradíció. Ennek a tradíciónak egy újabb megvalósulását látjuk, és valójában minden művészeti kiállítás az identitással foglalkozik, hiszen a művész azzal, hogy mit állít ki, mit fest, mit csinál, azzal valamilyen véleményt nyilvánít arról, hogy mi a művészet, minek kellene a művészetnek, hogyan kell viselkedni a művésznek, milyen kérdésekkel kell foglalkozni a művésznek. Művekből az is kiderül, hogy hogyan gondolkodik a művész arról, hogy mi a művész feladata. Eléggé köztudott, hogy a művészet egy olyan fogalom, amit nagyjából a 18. század táján találtak ki. Korábban ez nem létezett. Ezt több kutató bizonyítja, többek között egy Roger Taylor vezető illető, aki erről egy könyvet is írt. A könyvnek az a címe, Művészet az emberek ellensége. Ő úgy folytatja, vagy azt mondja, hogy a művészet, a tézise az, hogy a művészet nem létezett a 18. század előtt, és az, amit mi művészetnek ismerünk most is, ebben a pillanatban, az egy jellemzően európai, jellemzően polgári, és jellemzően kapitalista fogalom. Eléggé világos, akinek nem világos, el lehet mondani, hogy a kapitalizmus ugye két alapvető elemre épül, az egyik a akkumuláció, a fölhalmozás, a másik a növekedés. Na most mind a kettő igaz a művészetre is, hiszen a akkumuláció, a fölhalmozás egyfajta tudás, önreflektív tudás, és a növekedés az meg ugye az új keresése, a kíváncsiság, a fejlődés. A 19. században, századra, mivel a művészetnek a hagyományos feladatai megszűntek. Úgy gondolták, és azóta is úgy gondoljuk, most is, ebben a pillanatban is, itt is ezen a kiállításon, hogy a művészet az egy autonóm tevékenység. Egy olyan tevékenység, aminek az a lényege, hogy a hétköznapi élettől különbözik. Más, mint a hétköznapi élet. És a művészetnek egyetlen egy funkciója van az, hogy művészet legyen. Nincs más funkció. Korábban voltak más funkciói, korábban voltak vallási, társadalmi, politikai, egyéb funkciói, most ez már nincs. Ami nagyon érdekes, hogy ahogy az autonóm művészet a 19. század közepén kialakult, úgy alakult meg az avantgárd. Nem ennek a kiállításnak a témája ez, de érdekes.
érdekes azt tisztázni, hogy a fent említett kutatók szerint az avantgárd se igazából más. Csupán azt az élcsapatot valósítja meg, amelyik az autonóm művészet autonómiáját biztosítja. Oké, menjünk tovább. Tehát az már, hogy kiállítás, hogy micsoda, azt már tudjuk, autonóm művészet, az is megvan. Mi az, amikor egy kiállításnak van egy címe? Tematikus kiállítás. Ugye ez nem a szalon, picit más. Van egy téma, körbejárja az érdekelteket, és erre a témára reagál. Úgy gondolom, ebben az esetben, mivel ennek a kiállításnak az identitása címe, az, hogy identitás egyfajta interpretációs segédanyag, mert aki itt van, szembesül a művekkel, egy dologban biztos lehet, hogy a művészek akkor, amikor úgy döntöttek, hogy ezt és csak ezt a művet adják be, akkor az identitásról gondolkodtak. Vagy így, vagy úgy, vagy amúgy, hogy az identitás járt a fejükben. Van egy segítségünk, mindegyik művet lehet alkalmas, mindegyik mű alkalmas, ami az identitás szempontjából értelmezik. Hogyha ez nem olyan könnyű, ha ez nem megy, akkor javaslom, hogy a túlinterpretálás vagy a radikális interpretáció eszközeit használják föl. Ami azért érdekes, mert megengedi, hogy félreértsük az alkotónak a szándékait. Tehát mindegyik művet tessék beleképzelni azt, hogy itt valaki nagyon komolyan az identitásra gondolkodott, és felejtsük el azt, hogy esetleg ez nem így van, vagy nem így volt. Ha manapság az identitás szót használják, akkor még újabb jelentés területek kapcsolódnak ide. Elsősorban az a kérdés, hogy általában föltesz magának a gondolkodó ember, hogy ki vagyok én, szembenézés, distancia. Mit gondolunk önmagunkról? Ugyanaz a distancia, mint amikor a művész műtermében megfestett képet kiviszi a napvilágra és megmutatja. Kénytelen elidegenedni, eltávolodni tőle, és egy idegen szemével elképzelni, hogy ő hogy jelenik meg mások előtt. Az identitásnak van egy másik része. Az a kérdés, hogy én mit akarok, hogy ki legyek. A külvilág mit akar, hogy én ki legyek. Ez az identitás kérdés sokkal kényesebb. Ezzel kapcsolatban csak annyit egyeznék meg, hogy a tapasztalatok azt mutatják, valahányszor az identitás kérdése társadalmilag szóba kerül, akkor ott baj van. Mert privát emberekként egyénileg az identitásunkat és mások identitásait eléggé normálisan tudjuk kezelni. Ha végén hagyják az embereket, akkor nem kérdés az identitásuk, hiszen több módon kapcsolódunk egymáshoz, mert ők fogadni, hogy van szó. Ami talán még érdekes lehet, hogy létezik identitás dizájn is. Kitalálhatjuk, megtervezhetjük azt, hogy milyen legyen az identitásunk. Ez már súlyosabb mai jelenség, fogyasztói hozzáállás. Mindenki pontosan tudja, hogy a Facebook oldalán már akinek van fogyasztási, választási szokásait jelölő kérdőívet kell kitölteni, brendekkel, más ízlésre, tímatra vonatkozó utalásokat tudja megadni. Ezzel is gyakorlatilag a kapcsolat, a dialógus a komercializálás történik. Szóval úgy gondolom, hogy ez elegendő ahhoz, hogy aki itt van és megnézi ezeket a műveket, el tudja kezdeni gondolkodni róluk, és szerintem ez a dolog lényege. Próbáljunk meg még a művészeknél is okosabbak lenni, hiszen nem a művésznek teszünk jól, hogyha valamit megértünk, megérteni vélünk,
Matthäus